Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi várható 2021-ben? Ezt most megtekintjük. Január 6-a. Nagyon érzékenyek vagyunk, érzékenyen reagálunk. Lehet, hogy valaki megsért bennünket, vagy mi sértünk meg másokat, ez félreértésekre vezethet. Január 9-e. Ezen a napon kívánhatunk valamit, mert megvan arra a lehetőség, hogy megvalósul, ebben kellene bízni. Január 10-e. Itt vannak emlékek, vagy valaki visszatér a múltból. Esetleg valaki gondol ránk. Január 13-a. Itt kell egy új irány, egy új lehetőség, de még várjunk a döntésekkel. Ehhez kell még egy kicsi idő. Január 14-én lesznek változások. De itt is az érvényes, hogy ne siessük el a dolgokat. Január 20-án fel kellene, hogy lélegezzünk, de minden olyan nehéz, vannak korlátozások. Január 21-én vannak vágyak, elképzelések, de mindez olyan elérhetetlennek tűnik ezen a napon. Január 24-én keresünk egy kiutat, egy új lehetőséget. Január 28-án el kellene azon gondolkozni, hogy kiben bízhatunk, vagy kiben nem. Január 30-án nem mondjuk el másoknak azt, amit tervezünk, de az is lehet, hogy várunk egy hírre, és az később fog bekövetkezni. És most megtekintjük azt, mi várható február hónapban. Február 3-án kívánhatunk valamit, mert ez megvalósul. Február 4-én fáradtak, kimerültek leszünk, és hiányzik az erő, nem tudjuk magunkat ezen a napon bebizonyítani. Február 7-én megvannak az emlékek, vagy valaki gondol ránk a múltból. Február 11-én legyünk visszahúzódóak, gondolkozzunk el a célokon. Az is lehet, hogy kell egy új cél, és bízzunk abban, hogy ezek a célok elérhetőek, de azért legyünk türelmesek. Február 18-án megvannak az álmok, a vágyak, de a bizonytalanság is. Február 19-én minden olyan nehéznek tűnik, vagy lesznek korlátozások. Február 20-án minden olyan bizonytalan, átláthatatlan, ami a párkapcsolatot illeti, és mi, hölgyek, úgy érezzük, hogy nem kapunk elismerést, mások átlátnak rajtunk. Február 21-én keresünk egy kiutat, egy új lehetőséget. Február 27-én oda kellene figyelni egy ilyen szívügyre, természetesen itt szerelmi kapcsolatról van szó. És most megtekintjük azt, mi várható március hónapban. Március 2-án egy kívánság, egy álom megvalósulhat. Március 6-án úgy érezzük, hogy elveszítjük a talajt a lábunk alól, vagy vannak anyagi gondok.
Március 13-án legyünk visszahúzódóak, gondolkozzunk el azon, hogy tudnánk a terveinket megvalósítani. Március 14-én nehéz valamit tisztázni. Március 18-án megvannak a vágyak, az elképzelések, de mi hajlamosak vagyunk arra ezt feladni, érezhető a bizonytalanság. Március 20-án keresünk egy új lehetőséget, egy kiutat. Ezen a napon fontos, hogy megőrizzük a belső egyensúlyunkat. Március 21-én hiányzik a bátorság, olyan erőtlennek érezzük magunkat. Március 28-án el kellene azon gondolkozni, mit tegyünk rendbe. Ezen a napon van gyógyító erő. Március 30-án egy kívánság, egy álom megvalósulhat. És most megtekintjük azt, mi várható április hónapban. Április 2-án vannak emlékek, vagy valaki gondol ránk. Április 4-én van egy kihívás, vannak nehézségek, hiányzik ez a könnyűség. Április 12-én legyünk visszahúzódóak, gondolkozzunk el azon, hogy hatnak mások ránk, itt érzelmekről van szó. Április 14-én megvannak a vágyak, de a bizonytalanság is. Április 16-án keresünk egy új utat, egy új lehetőséget, vagy egy kiutat. Április 20-án úgy érezzük, hogy elveszítjük a talajt a lábunk alól, vagy vannak anyagi gondok, nehézségek. Április 27-én oda kellene figyelni arra, hogy mit tegyünk rendbe, van itt gyógyító hatás, és valami tisztázódik. Április 28-án kell egy kis szünet, elgondolkozni azon, hogy mit kellene befejezni. Április 29-én megvannak az emlékek, vagy valaki gondol ránk a múltból. És most megtekintjük azt, mi várható május hónapban. Május 3-án érzékenyen reagálunk, de mások is. Lehet, hogy valaki megbánt bennünket, vagy mi bántunk meg másokat. Május 11-én el kellene azon gondolkozni, mi legyen egy új kezdet, mert mi most belevágunk valami újba. Május 13-án keresünk egy kiutat, egy új lehetőséget. Május 19-én hiányzik a könnyűség, vagy vannak valamilyen korlátozások. Május 23-án úgy minden megáll, vagy kell egy kis szünet elgondolkozni azon, hogyan tovább. Ez kihat a mi életutunkra, a sorsunkra. Május 26-án oda kellene figyelni arra, hogy mit tervezünk, mi az elképzelés, mert ez megvalósítható. De át kell tenni magunkat a félelmeken, a bizonytalanságon. Május 30-án őrizzük meg a titkainkat, de az is lehet, hogy várunk egy hírre, és az késlekedni fog. Most megtekintjük azt, mi várható június hónapban.
Június 2-án vannak kihívások. Hiányzik a bátorság, olyan kimerültnek, fáradtnak érezzük magunkat. Június 8-án megvannak a vágyak, az álmok, de ez minden olyan elérhetetlennek tűnik, és emiatt olyan bizonytalanok vagyunk. Június 9-én keresünk egy új lehetőséget, egy megoldást, vagy egy kiutat. Június 10-én van segítség, valaki mutat számunkra egy lehetőséget, egy megoldást, de oda kellene erre figyelni. Június 12-én érezhető a nőies energia, mi hölgyek állunk a középpontban, megvan a kisugárzásunk, és szerencse a szerelmi élet területén. Június 18-án valami nyomaszt bennünket, hiányzik a könnyűség, és olyan korlátozások vannak. Június 21-én lesz egy fordulat, egy sorsdöntő változás. Június 23-án egy kívánság, egy álom megvalósulhat. De ezen a napon ne beszéljünk a terveinkről. Június 24-én van egy gyógyító erő. Június 26-án gondolkozzunk el azon, mi az elképzelés, miről álmodunk, miről álmodozunk, és hogy tudnánk ezt megvalósítani. És most megtekintjük azt, mi várható július hónapban. Július 1-én úgy érezzük, hogy elveszítjük a talajt a lábunk alól, vagy vannak kiadások, anyagi gondok. Július 5-én megvannak az álmok, a vágyak, de mindez olyan elérhetetlennek tűnik ezen a napon. Július 6-án keresünk egy új lehetőséget, egy új irányt vagy kiutat. Július 10-én el kellene azon gondolkozni, kiben bízhatunk meg, kiben nem. Július 13-án erőtlennek érezzük magunkat. Úgy tűnik, hogy nem megy tovább, és ez különösen a férfiakat illeti. Július 17-én érzékenyen reagálunk. Lehet, hogy valaki megsért bennünket, vagy mi bántunk meg másokat. Július 20-án lesz egy új lehetőség, egy megoldás, egy kiút. Július 21-én egy álom megvalósulhat. Július 24-én fontosak a célok, és oda kell figyelni arra, hogy lehetne ezt elérni. Ezen a napon valami tisztázódik. Július 31-én hiányzik a könnyűség. Minden olyan nehéznek tűnik, vagy vannak még korlátozások. És most megtekintjük azt, mi várható augusztus hónapban. Augusztus 2-án megvannak az álmok, az elképzelések, de minden olyan elérhetetlennek tűnik, ez bizonytalanságot vált ki nálunk. Augusztus 3-án keresünk egy kiutat, egy új lehetőséget. Augusztus 8-án legyünk visszahúzódóak, gondolkozzunk el azon,
mit tudnánk javítani, ami a családi kapcsolatokat illeti. Augusztus 15-én fáradtnak, kimerültnek érezzük magunkat. Augusztus 16-án vannak emlékek, vagy valaki gondol ránk a múltból. Augusztus 17-én egy álom megvalósulhat. Augusztus 20-án lesz egy kis szünet. Itt változások lesznek, de legyünk kicsit türelmesek. Augusztus 22-én kellenek célok, és nem szabad ezt feladni. Augusztus 30-án érzékenyek vagyunk, érzékenyen reagálunk, lehet, hogy valaki megsért bennünket, vagy mi sértünk meg másokat. És most megtekintjük azt, mi várható szeptember hónapban. Szeptember 6-án nehéz valamit tisztázni. A beszélgetések nézeteltérésekhez vezethetnek. Szeptember 7-én kellene visszahúzódni, elgondolkozni azon, mi áll a középpontban. Szeptember 11-én egy vágy, egy álom megvalósulhat. Szeptember 13-án úgy érezzük, hogy elveszítjük a talajt a lábunk alól. Szeptember 21-én történik valami, és az befolyásolja az érzelmeinket, oda kellene figyelni. Szeptember 22-én kell a belső egyensúly. Szeptember 26-án keresünk egy kiutat, egy új lehetőséget. Szeptember 27-én fontos, hogy ne mondjuk el másoknak azt, amit tervezünk, és őrizzük meg a titkainkat. Szeptember 29-én hiányzik a bátorság, olyan kimerültnek, fáradtnak érezzük magunkat. És most megtekintjük azt, hogy mi várható október hónapban. Október 3-án nehéz valamit tisztázni, a beszélgetések azok félreértésekhez vezethetnek. Október 6-án el kellene azon gondolkozni, hogy mit kellene lezárni az életünkben, és rendezni a dolgokat. Ezen a napon van gyógyító energia. Október 8-án egy álom megvalósulhat. Október 11-én lesz egy kis szünet, de el kellene azon gondolkozni, hogy mit változtassunk az életútunkon. Itt lesznek sorsdöntő változások. Október 13-án hiányzik a könnyűség, minden olyan nehéznek tűnik. Október 18-án úgy minden megáll, ez olyan igazságtalan, de lehet egy bírósági ügy is. Legyünk kicsit türelmesek, mert hamarosan előre mennek az események. Október 20-án várható egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés, minden jól alakul, itt tisztázódik valami. Október 23-án keresünk egy új irányt, egy új lehetőséget. Október 24-én megvannak a vágyak, az elképzelések, de a bizonytalanság is. Október 28-án úgy érezzük, elveszítjük a talajt a lábunk alól, vagy vannak kiadások. És most megtekintjük azt, mi várható november hónapban. November 4-én el kellene azon gondolkozni, hogy mit tegyünk rendbe.
Ezen a napon van egy gyógyító erő. November 5-én egy kívánság megvalósulhat. November 6-án jönnek az emlékek, vagy valaki gondol ránk a múltból. November 11-én érzékenyen reagálunk. Lehet, hogy mások megbántanak bennünket, vagy mi bántunk meg másokat. November 19-én kell egy kiút, egy új lehetőség, át kell tenni magunkat a félelmeken. November 21-én megvannak a vágyak, az álmok, az elképzelések, de minden olyan elérhetetlennek tűnik. November 27-én hiányzik a könnyűség, minden olyan nehéznek tűnik, és vannak még korlátozások. Most megtekintjük azt, mi várható december hónapban. December 1-én kell egy álom, egy elképzelés, és az is, hogy ebben higgyünk. December 3-án nehéz valamit tisztázni, a beszélgetések nézeteltérésekre vezethetnek. December 4-én egy kívánság megvalósulhat. December 11-én fáradtak, kimerültek leszünk, és hiányzik az erő, a bátorság. December 17-én keresünk egy új lehetőséget, egy új irányt, vagy egy kiutat. December 18-án úgy érezzük, hogy minden úgy megáll, különösen a párkapcsolat területén, és ez bizonytalanságokhoz vezet. December 19-én oda kell figyelni az anyagi dolgokra, ezt rendezni. December 21-én lesz egy változás. December 27-én érzékenyen reagálunk, lehet, hogy valaki megbánt bennünket, vagy mi bántunk meg másokat. December 31-én vannak emlékek, vagy valaki gondol ránk a múltból. Kedves Ivana, most áttérek a te személyes horoszkópodra, és elmondom azt, hogy mi várható nálad 2021-ben, és melyik életterületen éled ezt át. Abban a pillanatban, ahol te születtél, amikor te megszülettél, az oroszlán jegye kelt fel a keleti határon. Ez a te aszcendentusod, és ezzel indul az első életház. Itt a képen bal oldalon látható az oroszlán jegye, és mutatja az első életházat. Ez az első életház kihat a te külsődre, a te fellépésedre, ez nagyon büszke tartás, így az oroszlán jegyénél, és kihat a személyiségedre. A te horoszkópodban, itt az oroszlán jegyében nincs bolygó. De megtekintjük azt, hogy mi történik 2021-ben, itt ebben az első életházban. Augusztus hónapban itt mozog Mars és Vénusz bolygó. Ez utal egy párkapcsolatra. De jelenti a te fellépésedet, a te nőiességedet és a te erődet is. Mindkettőre kihat. Szeptember hónapban itt mozog még Mars bolygó. Az lehet egy férfi, aki kihat rád, és augusztus 20-a és szeptember 20-a között itt van a
nap. Besugározza ezt az első életházat, megvan a kisugárzásod, és ez a havi téma. És most megtekintjük a kettes életházat. Az oroszlán jegye alatt található a szűz jegye és a kettes életház. Ez a kettes életház utal anyagi dolgokra és értékekre. Ez jelenti a belső értéket is. A te horoszkópodban itt van a napod, ez a te éned, itt van Vénusz bolygó, az kihat a nőiességedre, de szerencsét hoz a pénzügyi dolgokat illetően, vagy mutat egy kreatív munkát, amiből pénz jön. Itt található Mars bolygó, az jelenti te erődet, de lehet egy férfi is, a te lelki társad. Itt a szűz jegyénél a föld eleméről van szó, te tekinted a reális dolgokat, így éled ezt át a párkapcsolat területén, mert itt van Mars és Vénusz bolygó, és az természetesen kihat a szerelmi élet területére, de itt vannak értékek is. A te horoszkópodban, itt ebben a kettes életházban van Plutó bolygó, és mutatja a belső erődet, azt is, hogy koncentrálj erre az életházra, mert számodra ez egy nagyon fontos életterület. A szűz jegyénél vigyázni kell arra, hogy ne túl kritikusak legyünk másokkal szembe, vagy magunkkal szembe. Mi várható itt ezen az életterületen 2021-ben? Szeptember hónapban itt mozog Vénusz bolygó. Az lehet, hogy a te nőiességed, a párkapcsolat áll a középpontban, itt belső értékekről is szó van, de mivel ez a kettes életház utal pénzügyi dolgokra, Vénusz bolygó hatása alatt lehet szerencséd egy nyeremény, vagy pénzt adsz ki szép dolgokra. Szeptember hónapban nem csak Vénusz bolygó van itt, hanem Merkur bolygó is az indiai számítás szerint. Ez lehet egy szerződés, vagy tanulod azt, hogy rendezd az anyagi dolgokat. Szeptember 20-a és október 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az életterületet, és ez a havi téma. Október hónapban itt mozog Mars bolygó, az lehet egy férfi, aki kihat az anyagiakra, vagy megkapod ettől a férfitől a megbecsülést, az értékeket, a belső értékeket. Mars bolygó jelentheti a te erődet is, ide kell az erődet befektetni, és az anyagiakat rendbe tenni. November hónapban itt mozog Merkur bolygó, az lehet egy termin, vagy valamilyen szerződés, vagy tanulsz valamit, az is lehet, hogy pénzt adsz ki tanulásra. És most áttérek a harmadik életházra. Ez a harmadik életház az élet iskolája. Itt be kell, hogy bizonyítsuk magunkat. Jelentett képzéseket és kapcsolatokat, internet kapcsolatokat is, jelenti a szomszédokat és a rokonokat. A te horoszkópodban itt található a mérleg jegye. Te tanulod a belső egyensúlyt, és azt is, hogy mindig mérlegelni kell a dolgokat.
Az egyetlen, ami hátrányos ennél a mérleg jegyénél itt ebben a hármas életházban, ha be kell, hogy magadat bizonyítsd, akkor te hajlamos vagy arra, hogy bocsánatot kérsz, mert te szeretnéd harmonizálni a dolgokat. Vannak helyzetek az életben, amikor ellenség van, és be kell bizonyítanod magadat, mutatni az erődet, vagy védeni magadat, a mérleg jegye nem szereti ezeket a harcokat. És ha sikerült az erődet mutatni, bebizonyítottad magadat, akkor később előfordulhat, hogy te ezt megbánod, és bocsánatot kérsz. Ezt nem szabad. Ezt mutatja itt Merkur bolygó is, mert Merkur bolygó is tanít téged. Persze Merkur bolygó utal kommunikációra és tudásra is. Megvan a tudásod. Itt ezen az életterületen a mérleg jegyében van, mint említettem, Merkur bolygó és Uránus bolygó. Ez is utal tudásra, meg jó ötletekre is, amit megvalósíthatsz. Amit Uránusz bolygó még itt mutat, hogy te egy egyéniség vagy, különleges. És most megtekintjük azt, hogy mi várható ezen az életterületen 2021-ben. Október hónapban itt mozog Vénusz bolygó. Az lehet egy hölgy, akivel együtt tanultok valamit, vagy valaki a rokonságból, de lehet egy rivális személy is. Október hónapban itt mozog egy visszatekintő Merkur bolygó, az utal tanulásra vagy kapcsolatokra. Ennél a visszafele mozgó Merkur bolygónál gyakran a múltról van szó. Október 20-a és november 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az életterületet, és ez áll a középpontban, ez a havi téma. Novemberben és decemberben itt mozog Mars bolygó, az mutathatja az erődet, ide kell, hogy befektesd az erődet, védeni magadat, de lehet egy férfi. Az utalhat párkapcsolatra, de lehet egy szomszéd vagy egy rokon is. És most áttérek a négyes életházra. Ez a négyes életház a mélypont a horoszkópban. Ez az alap, és erre az alapra építhetsz. Ez a négyes életház mutatja az otthonodat is. A te horoszkópodban itt található Neptun bolygó, és itt található a felfele mozgó holdcsomó Ráhu. A Szkorpión jegye a víz eleméhez tartozik. Erre alapozni nem könnyű. Itt kell egy tartás, és itt érzelmekről van szó. Vannak negatív érzelmek, mint például félelmek vagy bizonytalanságok. Erre nem lehet alapítani. És vannak pozitív érzelmek, mint például köszönet, hála, béke és a szeretet. Ezekre a pozitív érzelmekre, amiben van isteni hatás is, ez az alap. Erre tudsz építeni. Neptun bolygónak több jelentése is van. Szimbolizálja az álmokat, a fantáziát, a gondolatokat, a terveket, és inspirál bennünket.
utal egy ilyen művészi tevékenységre. Ha ezt éled, éled az álmaidat, és hiszel abban, hogy ez megvalósul, akkor ez egy gyönyörű otthon, egy gyönyörű kezdet, amire alapozhatsz. De gyakran haben wir Neptun hatás másoktól, ami szintén mesebelinek hangzik. A kérdés csupán az, ez az igazság, vagy ez egy hazugság. Ha hazugságokról van szó, vagy valaki becsap téged, akkor óvatos vagy. Lehet, hogy túl óvatos, és nem bízol senkiben. Ez is bizonytalanságokhoz vezethet. Ez a hatás nem Neptun bolygótól jön, hanem az emberektől jön, de vigyázz erre, figyelj oda erre. Különösen, ha az otthonodról van szó, a lakáshelyzetekről, az lehet szerződés, és előfordulhat, hogy ilyenkor téged becsapnak, vagy ha valamit alapítani szeretnél, mint például egy magánvállalkozást, akkor bízz magadban, légy kicsit óvatos. Ez az életterület számodra ismeretlen, mert itt található a felfele mozgó hold csomó, és ez egy kármikus csomó, egy sorsút, amit a lelked kiválasztott, mert szükséged van ezekre az élet tapasztalatokra, de ezen a területen nem ismered ki magadat. Ami még fontos ennél a négyes életháznál, utal az őseinkre, hogy honnan származunk. Ezt összehasonlíthatod egy fával. Itt a mélyponton van a fának a gyökere. Itt kell, hogy legyökerezzünk. És ez utalhat a hazára is. És mi várható jövőre itt ebben a négyes életházban, azt most megtekintjük. Én említettem, hogy a te horoszkópodban a felfele mozgó hold csomó Ráhú van itt, ebben az életházban, és jövőre itt tükröződik valami, illetve az már szeptemberben, ez év szeptemberében elkezdődött, mert a lefele mozgó hold csomó Kétú itt mozog 2022 márciusáig. Itt vannak kármikus témák, és itt tükröződik számodra valami. Az azt jelenti, hogy Kétú egész évben, 2021-ben itt lesz ebben az életházban. Januárban lesz még egy Vénusz hatás, az lehet, hogy megszépíted az otthonodat, vagy kötsz egy szerződés egy hölgyel, vagy valaki meglátogat téged, és itt egy hölgyről van szó. December hónapban itt lesz Merkur bolygó, itt beszélgetésekről, szerződésekről van szó. Azon kívül november 20-a és december 20-a között itt van a nap, az indiai számítás szerint besugározza ezt az élet területet, és ez a központi téma, ez lesz a havi téma. És most áttérek az ötös életházra. Ezen a képen 24 római szám látható, ennek nincs köze ezekhez az életházakhoz, hanem mutatja az órát, egy nap 24 órából áll. De láthatjuk a jegyeket, és most az ötös életháznál a nyilas jegyéről van szó. Az ötös életház az utal a gyermekekre és a gyermekkori
emlékekre. De mutat mást is, itt van az élet öröm. Mint mondtam, a te horoszkópodban itt a nyilas jegye van bolygók nélkül. Mi várható ezen az élet területen 2021-ben? Azt most megtekintjük. Januárban itt mozog Merkur bolygó, lesz mozgás. Merkur bolygó szimbolizálja a gyermekkort, az ifjúságot, ezek lehetnek gyermekkori emlékek nálad, vagy van kapcsolatod gyermekekkel. December 20-a és január 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az életterületet, ez áll a középpontban, ez a havi téma. November és december hónapban itt mozog Vénusz bolygó, az mutatja a nőiességet, kihat a szerelmi élet területére, az élet örömre, de lehetnek gyermekek is, és itt egy kislányról van szó. És most áttérek a hatos életházra. Ez a hatos életház utal a munkára, a munkahelyedre és egészségügyi témákra. Nálad itt van a bak jegye. Az első élet szakaszban nehézségeket mutat, második élet szakaszban segít abban, hogy a munkahelyen meglegyen a biztonság, egy stabil munkahely. A te horoszkópodban, itt ebben az életházban nincs bolygó, viszont jövőre lesz itt mozgás, és megtekintjük, hogy mi várható. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója. Ha Szaturnusz bolygó hat, akkor vannak sorsdöntő kapcsolatok, vagy sorsdöntő változások. Az indiai számítás szerint jövőre egész évben itt mozog Szaturnusz bolygó. Lesz egy munkahelyi változás, vagy munkahelyi kapcsolatok. Plutó bolygó az a belső erőt jelenti, és a koncentrációt. Ez egy fontos életterület most számodra, mert Plutó bolygó egész éven át itt ebben a hatos életházban mozog. Jupiter bolygó szerencsét hoz. Jupiter bolygó adja a lehetőségeket, és ez a hatás van nálad januárban, februárban, márciusban, áprilisban, akkor elbúcsúzik Jupiter ettől a hatos életháztól, a bak jegyétől, viszont visszatér októberben és marad november hónapban is. Februárban van egy Vénusz hatás itt ebben az életházban. Az utalhat kreatív munkára, utalhat egy hölgyre, az lehet egy kolléganő is. Vénusz bolygónál gyakran szerencse van, ugyanúgy, mint Jupiter bolygónál. Amikor egészségügyi témákról van szó, mert ez a hatos életház ezt is magába foglalja, az lehet egy nőgyógyászati ügy. Január 20-a és február 20-a között itt lesz a nap, besugározza ezt a hatos életházat, ez a központi téma. Március hónapban lesz itt egy Merkur mozgás, pörögnek az események, van beszélgetés a munkát illetően, vagy lesz egy szerződés, és ez kihat természetesen a munkádra. És most áttérek a hetes életházra.
Abban a pillanatban, amikor te megszülettél, az oroszlán jegyekelt fel a keleti határon. Ez a te aszcendentusod. Ezzel szemben található a deszcendentus, és ezzel nyílik egy új kapu, egy új életterület, és ez a hetes életház, és utal a párkapcsolatra. A te horoszkópodban itt található a vízöntő jegye, és egy visszatekintő Jupiter bolygó. Jupiter bolygó szerencsét hoz, és ezt te átéled a párkapcsolat területén. De itt vannak kármikus témák és emlékek, erre utal ez a visszatekintő, mert ez gyakran szimbolizálja a múltat. Mi várható jövőre a vízöntő jegyében? Hogy éled te át ezt a párkapcsolat területén? Neptun bolygóról már beszámoltam, mutatja az álmokat, a fantáziát, a terveket, és ez az álom megvalósulhat. Hinni kell benne. Neptun bolygó egész évben itt mozog a vízöntő jegyében, kihat a párkapcsolat területére. Egy álom megvalósulhat, de azért légy óvatos, mert előfordulhat, hogy valaki álom szépen mutatkozik be, és a valóság másra utal. Február hónapban itt mozog egy visszatekintő Merkur bolygó, az utal beszélgetésekre vagy egy hírre. Ez a visszatekintés a múltból jön, tehát jelentkezik valaki a múltból. Február 20-a és március 20-a között itt van a nap, besugározza ezt a hetes életházat, ez a központi téma. Márciusban itt mozog Vénusz bolygó, és az utal a nőiességedre, a párkapcsolatra, szerencsét hozhat számodra. Májusban, júniusban, júliusban, augusztusban és szeptemberben itt mozog Jupiter bolygó, adja lehetőségeket és a szerencsét is. Októberben elbúcsúzik a hetes életháztól, viszont december hónapban visszatér és hoz számodra szerencsét. Most megtekintjük a 8-as életházat. Ez a 8-as életház a halált jelenti. Természetesen lehet haláleset vagy egy örökösödési ügy is, de ennek az életháznak van egy szimbolikus jelentése, és utal a megújulásokra. Gyakran valamitől el kell búcsúzni, hogy jöhessen valami új. A te horoszkópodban itt található a halak jegye. A halak jegyénél érzelmekről van szó. Ebben a csillagképben kettő hal van, két irány. Az egyik mutatja a félelmeket, a bizonytalanságot, a másik pedig a hitet és a szeretetet. Itt van ez a transformáció. Ami még ehhez az életházhoz tartozik, ezek a hivatalos ügyek, gyakran pénzügyi ügyek, és a párkapcsolatra is kihat, mert itt látható a testi kapcsolat. A te horoszkópodban, mint mondtam, itt van a halak jegye, bolygók nélkül. És mi várható 2021-ben ennél az életterületnél? Március 20-a és április 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az életterületet,
ez lehet egy központi téma is, ügyelj az érzelmeidre, búcsúzz el a félelmektől. Áprilisban itt mozog Merkur bolygó, az lehet egy hivatalos ügy, és Vénusz bolygó, az utal a te nőiességedre, kihat a párkapcsolatra, a testi kapcsolatra. És most átérek a 9-es életházra. Ez a 9-es életház utal utazásokra, külföldi kapcsolatokra. Ez az utazás lehet egy belső út is, például egy spirituális terület. A te horoszkópodban itt található a kos jegye. A kos jegye ebben az életházban utalhat új kezdetre. Ez tetszik neked, ezek a külföldi kapcsolatok, van ebben ez az élmény, ez a fascináció. A te horoszkópodban, itt a kos jegyében, ebben a 9-es életházban nincs bolygó. Viszont megtekintjük azt, hogy mi várható jövőre. Az indiai számítás szerint itt mozog Uránusz bolygó. Nem csak jövőre, hanem ez eltart évekig, és kihat erre a 9-es életházra. Uránusz bolygó mutat változásokat, különleges élményeket, kapcsolatokat. Januárban és februárban itt mozog Mars bolygó, az lehet a te erőd, lehet egy kihívás is, és védeni kell magadat, de ez a Mars bolygó jelenthet egy férfit is, kapcsolat külföldiekkel, vagy egy közös utazás, az lehet egy közös életút is. Április 20-a és május 20-a között itt található a nap. Besugározza ezt az életterületet, ez a központi téma. Májusban itt mozog Vénusz bolygó, az utal egy szerelmi utazásra, kihat a párkapcsolatra, vagy van egy hölgy, akivel kapcsolat lesz, és ez a hölgy külföldi, tehát külföldi kapcsolatokra utalhat. És most áttérek a 10-es életházra. Ez a 10-es életház a felső pont a horoszkópon, és mint ahogy a horoszkópot összehasonlítottam egy fával, alul van a gyökere, itt felül a fának a koronája. Ez a 10-es életház utal a nyilvánosságra és a hivatásra. A te horoszkópodban itt található a bika jegye és a lefele mozgó holdcsomó Kétu. Itt vannak nálad kármikus témák, emlékek a múltból, mindaz, amit átéltél a korábbi életedben. A bika jegye az a föld eleméhez tartozik, és te szeretnéd megvalósítani az ötleteidet, az elképzeléseidet, ami a munkát illeti, élni a hivatásodat jólétben és nyugalomban. Mi történik ebben az életházban jövőre? Itt tükröződik számodra kármikusan valami, mert a felfele mozgó holdcsomó, Ráhu itt mozog 2022. márciusáig. Az azt jelenti, jövőre van egész évben itt ez a Ráhu hatás. Ez mutat egy új utat, új lehetőséget, itt lesz munkahelyi változás. Márciusban és áprilisban itt mozog Mars bolygó, az jelentheti a te erődet, de egy férfit is, vagy a nyilvánosságon,
vagy a munkahelyi területen. Május hónapban itt mozog Merkur bolygó, lesz mozgás, pörögnek az események, vannak kapcsolatok, beszélgetések, de lehet egy szerződés is. Május 20-a és június 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az életterületet, ez a központi téma. Júliusban visszatér Merkur bolygó, az lehet egy hír vagy egy szerződés. És most áttérek a 11-es életházra. A 11-es életház az a remények háza. Amiről álmodozol, az megvalósítható, és higgy ebben. A 11-es életház jelenti a baráti kört is, vagy egy csoportot. A te horoszkópodban itt található az ikrek jegye. Az ikrek jegye mindig mozgásban van. Nálad is van ez a mozgás, és te szereted, és kiépíted a baráti körödet. De itt van Szaturnusz bolygó, és az kihat a sorsodra, kihat erre az életterületre, és itt kell, hogy tanulj valamit. Mégpedig azt, hogy ne légy olyan nyitott, nem tudsz mindenkiben megbízni, és különösen korábban a fiatal években csalódott voltál a barátnőket illetően. A második élet szakaszban Szaturnusz bolygó segít neked, hogy kiépíts egy baráti kört, akikben megbízhatsz. Ez nem könnyű neked, mert az ikrek jegye az mindig mozgásban van, és az ikrek jegye keresi a kapcsolatokat. Itt ebben az életházban van a remény, és Szaturnusz bolygó tanít téged arra, hogy higgy abban, hogy ez a terv, ez az álom megvalósul. Ne add fel a reményt. Ebben segít neked Szaturnusz bolygó, különösen a második életszakaszban. Mi változik itt jövőre? Májusban és júniusban itt mozog Mars bolygó. Az jelentheti az erődet, azt is, hogy védeni kell magadat. Gyakran vannak támadások, és ilyenkor szükségünk van erre a Mars energiára. Mars jelenthet egy férfit is a baráti körben, vagy ez az álmod, ez a terved, ez a remény. Június hónapban itt található Vénusz bolygó, az kihat a párkapcsolatra, a szerelmi élet területére, de itt a baráti körben lehet egy barátnő is. Június hónapban itt mozog egy visszafele tekintő Merkur bolygó, valaki visszatér az életedbe. Június 20-a és július 20-a között itt van a nap, besugározza ezt az életterületet, és ez áll a középpontban. És most áttérünk a 12-es életházra. Ez a 12-es életház a titkok háza. Minden, ami titokzatos, ide tartozik. A titkos ellenség is itt ebben az életházban található. A te horoszkópodban itt van a rák jegye és a holdad. A hold utal az édesanyádra, anyai érzésekre, és a hold jól érzi magát itt a rák jegyében, mert uralkodik a rák jegye felett, de minden így az árnyékban van. Vannak nálad itt anyai témák. Az is lehet, hogy nem volt egy kapcsolat az anyukáddal.
Ez a 12-es életház mutatja azt az időszakot, amikor az anyukád terhes volt veled. Lehet, hogy voltak félelmek a terhesség ideje alatt, és ez érezhető nálad is. Itt kell egy új születés, egy megújulás, áttenni magadat a félelmeken. Lehet az is, hogy félsz attól, hogy mint egy anyuka jól beválsz-e vagy sem, hogy ezen is elgondolkozol. Itt nem csak anyai témák vannak, hanem a rák jegyénél családi kapcsolatok is. Ez a 12-es életház mutat visszahúzódásra is, gyakran nyugalomra van szükséged. Az is lehet, hogyha valaki megsért téged, vagy te megsértettél valakit, akkor nem szereted ezeket a kihívásokat, és visszahúzódsz. Mi történik 2021-ben ebben a 12-es életházban? Július hónapban itt van Mars és Vénusz, az utal a párkapcsolatra, szerelmi témákra, de ez lehet titokzatos, vagy visszahúzódsz, az is lehet, hogy ő húzódik vissza. Július 20-a és augusztus 20-a között itt van a nap. Mondhatnám, besugározza ezt az életházat, de ez az árnyékban van. Itt nincs ez a kisugárzás, hanem a befele tekintés, a mélybe kell tekinteni. Ez a központi téma, a havi téma. Augusztusban itt mozog Merkur bolygó. Merkur bolygó utal beszélgetésekre, de itt a titkokról van szó, őrizd meg a titkaidat. Az is lehet, hogy mások elmondják az ő titkaikat. És ez volt a bepillantás 2021-re. Kedves Ivana, köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra.